Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon. Tiszteltel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, különösen azokat, akik borra szomjasak, mert ez a borműsor itt a Spirit FM-ben. Beszélünk a bor és a csokoládé kapcsolatairól. Vannak ilyenek, és beszélünk arról is, hogy a klímaváltozás milyen kihívások elé állítja a borászokat, ezt meg el tudjuk képzelni, miközben dől a meleg és dől rólunk az izzadság. És hát arról is szólunk majd, hogy erre a hétvégére Budafok történelmi középpontja, a piactér, a városháztér, az Oroszlános udvar megtelik olyanokkal, akik bort hoznak, és akik bort kóstolnak, mert hogy kezdődik a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál. Projektvezetője ennek a bornegyednek, Dajcs Anita, színésznő, úgyhogy ez majd még külön megír egy misét, hogy hogyan van ez. És szeretettel köszöntelek itt a műsorban, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon örülök, és köszönöm, hogy felkértetek erre, hogy beszéljünk. Hát persze, hát ez izgalmas. A te személyed ebben a dologban az is izgalmas, de előbb intézzük el a dolog célját, hiszen 34-szer lesz már Budafokon Pezsgő és Borfesztivál, és aztán majd megbeszéljük azt, hogy te hogy kapcsolódsz ehhez. Jó. Ez most hétvégén lesz, 6-tól 8-ig, tehát péntektől vasárnapig, igaz? Igen, péntek délután indul, és egészen vasárnap estig tart, és elképesztő sok programmal, és persze borral és pezsgővel várunk mindenkit. És akkor így egy-két számadatot mondjak, 36 borász, 64 vásáros, 28 ételstrand, és rengeteg fellépő folyamatosan reggeltől estig Budafok belvárosába várja az ideérkezőket. Hogyha azt kell elképzelnünk, hogy mennyire történelmi ez a térség borászat szempontjából, akkor azért, hogyha a pincészeteket járnánk ott, a hagyományos pincészeteket, akkor erről kapnánk egy igazi képet. Be lehet jutni a legendás budafoki pincékbe? Igen, hát ezért is különleges ez a borfesztivál, a többi borfesztiválhoz képest, mert így, ahogy mondod, itt Budafokon valami elképesztő pincerendszer van, és ugye el tudják képzelni a hallgatók, így nagyjából egy 120 kilométer hosszú pincerendszer rejtőzik Budafok alatt, ami nyilván nem egybe látogatható, hanem ugye több pincére fel van osztva, és most a szombati és vasárnapi napon látogathatóak is lesznek, és nem csak a borok miatt érdekesek ezek a pincék, hanem a kialakításuk, a méreteik miatt, a hagyományok miatt, amelyeket megőriznek, úgyhogy hogy már csak önmagában is a pincékbe érdemes elmenni, és hogy itt még egy kis segítséget adjak, hogy ráadásul ingyenes buszjáratok fognak közlekedni szombat és vasárnapi napokon a pincék között. Úgyhogy aki már úgy indul el, hogy megikat előtte egy pohár bort vagy pezsgőt, az utána nyugodtan körbejárhatja a pincevilágot. Na jó, de hát nem érdemes otthon bemelegíteni, amikor igazából ott van minden, mi szemszájnak ingere. A borról beszélünk általában többet egy ilyen fesztivál, de hát Budafok kapcsán a törlejék hagyatékáról nem lehet nem beszélni, és a pezsgőről magáról. Mennyire mutatja meg magát a pezsgővilág, a buborékos világ Budafokon? Mennyire mutatja meg a tradíciókat? Hát, és egyrészt igen, nagyon büszkék vagyunk a törleire, de nem csak a törleiről beszélhetünk, ha a pezsgőről ejtünk szót itt Budafokon, hiszen nálunk van a kemendi tradicionális pezsgőműhely is, a garamvári, illetve a Sauska is így nyitotta meg a pezsgő pincéjét. Nyilván nem véletlen ez. Igen, nem véletlen, úgyhogy itt most már azért nem csak bor, hanem bor és pezsgő fesztivál, hiszen mind a két ital megtalálható nálunk, iszonyú népszerű egyébként a pezsgő, évről évre egyre többen fogyasztják, és egy nyáron ilyenkor különösen nem csak a pezsgőt, hanem a buborékos borokat is, amik szintén kaphatóak lesznek itt, hiszen a mi budafoki borászatainknál is már megtalálhatóak a habzóborok, a különböző buborékos borok is, hát természetesen főccsel, sőt, már musttal is készülnek. Szóval minden. Azon gondolkozom, kutatok az emlékeimben, hogy nekem volt alkalmam egyszer, sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen fesztiválon részt venni ott Budafokon, és vittem magammal a gyerekeimet, ami első hallásra elég fura ötlet volt, aztán kiderült, hogy ez a legjobb ötlet volt, amit tehettem volna, akkor kicsik voltak a mára már felnőtt fiaim, mert hogy egész napot volt program számukra is. Tehát, hogy
A borfesztivál az egyáltalán nem arról szól, hogy a felnőttek isznak és a gyerekeket pateroljuk el valahova, hanem egy egészen másik hangulat. Ez egy családi fesztivál volt már. Ja, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert hogy nálunk kifejezetten figyelmet fordítunk mindig a családosokra is. Olyan szinten, hogy ugye már minden helyszínen vannak gyerekprogramok, de van például egy gyerekligetünk is, ahol kifejezetten megtalálják a gyerekek a különböző, a kézműves foglalkozástól kezdve a kosárhintáig mindent, és most idén még ráadásul egy plusz egy egyedi program is lesz, hiszen egy kortárs magyar gyermekirodalmi szerzőt is vendégül látunk, egy nyomozós játékban vehetnek részt a gyerekek, Gyulász Péter író, Berger Szimat szolgálatával a Szent István tér fáj között nyomozhat majd. Tehát színpadon is lesz a gyerekeknek program, és a színpad körül is. És mondtad, hogy rengeteg kulturális rendezvény is van, az egész nap van? Vagy meg kell nézni a naptárt? Egész nap, tehát folyamatosan. Egyébként érdemes megnézni a honlapunkat, a Facebook oldalunkat is, a Budafoki Pincjáratot, a Budafoki Borfesztivált beírják, akkor megtalálnak minden programot. Zenei programok, mindenféle zenei stílusban, három színpadon folyamatosan szól majd a zene. A népzenétől kezdve Karaván Família, Dűzőzenekar, Kerekes Bende lesz, Roy Gallery, Péli Barnát nagyon sokan várják, akkor egyszerűen attól félek, hogy valakit kihagyok, mert most kevésbé keresztül tudnám. Igen. Úgyhogy azt nem várom, hogy felsorold, ez több színpad, úgyhogy valószínűleg reménytelen vállalkozás is lenne. Igen. Jó, akkor ez van péntektől vasárnapig, hogyha valaki bort akar kóstolni, buborékos bort akar kóstolni, pezsgőzne egy jót, vinni a családot, családi programra, mehet Budafokra. Mi dolgod van neked a borral, színésznőként? Hát képzeld el, hogy én most már 9 éve vagyok a Budafoki Bornegyed projektnek a művészeti vezetője. Én nagyon remélem, hogy egyszer beszéltek majd a Budafoki Pincejáratról is, amit az előbb majdnem rosszul mondtam, ugye a borfesztivál helyett már kicsúszott a számon, hogy Budafoki Pincejárat. Ugyanis pontosan ez a borfesztivál hívta elő az igényt arra, hogy azok a pincék, amelyeket te is emlegettél, hogy máskor is nyitva legyenek. És akkor az önkormányzatnak a kezdeményezésére elindult ez a projekt, és így minden hónap első szombatján megnyitnak ezek a pincék, ahol kulturális programokkal, pincesétákkal, borkóstolókkal várjuk a vendégeket. És te ott vagy szombatonként? Én minden szombaton ott vagyok, és én szervezem is, és csinálom mindent, amit lehet ezzel a programmal kapcsolatban. És nem igen. Csodálkoznak az emberek? Hát te egy ismert népszerű színésznő vagy, és ott állsz a pince ajtóban, és kedvesen mosolyogsz rájuk. Hát művésznő, mit csinál itt? De nagyon vicces, hogy nagyon most így mondom, van rajongóm is, aki ennek köszönhetően kijár a pincejáratra, látok ott a borra, de meglepődnek, igen, sokszor, de aki tudja és ismer engem, az tudja, hogy én mindig sokféle dolgot csináltam. Tehát, hogy nekem a színészet mellett, ami a szívem csücske, életem szerelme, de mindig szükség volt még más plusz kreatív feladatokra is, és amikor engem megtalált 9 évvel ezelőtt a munka, és ezt tényleg a nulláról építettük föl, akkor ez egy olyan fantasztikus lehetőségnek tűnt, és egyébként az is, mert nagyon szeretem csinálni, hogy így azon az ismerősök, barátok, azok tudják, meg egyértelmű, hogy én nem tudok egy dolog mellett leragadni, hanem nekem számos más dolgot kell csinálni. Ugye voltam én már színingezőtől kezdve, műsorvezető, modern, nagyon sok féle dolgot csinálok egyszerre, de mindegyiknek valahogy köze van hozzám, hiszen ez is egy, hát csak a színészet, egy nagyon kreatív munka, összetett munka, művészet van benne, mint ahogy a borban is egyébként. És mondd, a borhoz értesz már, és kell-e érteni a borhoz attól, mert hogy ezzel foglalkozol? Hát ragad rám egyébként, és eljátszottam már nagyon sokszor ezzel a gondolattal, és még szégyellem is magam, hogy nem végeztem el, de persze van egyébként egy legalább egy szomeri tanfolyam, vagy egy picit így a borászkodásba bekóstolni, de hát mivel egyébként nagyon sok pincesétán ott vagyok, és borkóstolón azért, és azért nagyon jó szakembereket hallgatok,
így azért, tehát nem mondanám, hogy nagy szakértő vagyok, de például egészen más, hogy állok a borhoz és a pezsgőhöz, és nagyon megváltozott az ízlésem is azóta ezen a téren, amióta belekóstoltam egy kicsit ebbe a világba. Érdekes ez. Főleg az ízlés változása, hogy az ember azt hiszi, hogy van neki valamilyen, és hogy az mennyire tud formálódni különböző hatások által. Na, erről majd még beszéljünk valamikor máskor. Jó, most alapvetően a Bornegyedről beszéltünk, ugye az péntektől vasárnapig Budafok kellős közepén, aztán, hogyha a pincejáraton találkoznának Deutsch Anitával, akkor arra is van tehát lehetőség. Anita, köszönöm, örülök, hogy beszéltünk. Én is nagyon köszönöm. Várunk mindenkit. Szia! Szia! Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon. Borműsorunkat hallják itt a Spirit FM-en, a folytatásban pedig a bor és a csokoládé kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Első hallásra talán nem szokványos, de vannak, akik úgy gondolják, hogy igenis összeházasítható, párban is jól megvan ez a két dolog egymással. A Svitik csokoládé műhely például így gondolkodik erről. Itt van a vonalban a csoki készítő Zala Judit. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Első hallásra ez tényleg egy kicsikét bizarrnak tűnik, mert hát nem csokit szoktunk enni a borhoz, sőt, hát voltak éppen az ételekhez szoktuk kísérőnek használni a bort, a fogyasztását tekintve, de hát ön csoki mesterként nyilván rengeteget kísérletezik, igaz? Ez így van, és kísérleteztünk már több ízben borral is, mert hát valójában nagyon-nagyon jól megy a bor és a csokoládé együtt. Nem csak egy terméken belül, hanem vannak kifejezetten bor és csoki kóstoló szeánszok is különben. A terméken belüliségről is beszéljünk meg, majd nyilván ezekről a szeánszokról is érdemes. Ugye vannak azok a csokoládék, amiket, most mondok egy példát, konyak megy, amit jól ismerünk, ami tradicionális, ami úgy van. És hát ezzel szoktak kísérletezni. De ezek a szó nemes értelmében nem kifejezetten borok még akkor is, hogyha a konyaknak persze ez van köze mégis. Igen, igazából én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan extrémitás bort párosítani csokoládéval. Nagyon fontos megtalálni azt, hogy jól, ha jól nem is, de valamennyire tudjon a bor érvényesülni, hiszen a csokoládénak azért elég intenzív az íze, és hogyha nem jól választjuk meg hozzá a bort, akkor teljesen el tudja nyomni a csokoládét, a csokoládé íze, karaktere a bor ízét. Ezért azért tényleg olyan borokkal kell párosítani, ami megfelelően testes, akár egy vörösbor, vagy mondjuk fehérbornál egy jó karakteres és inkább ilyen asszú jellegű borra lehet játszani, illetve az is, hogy milyen alapanyaggal társítjuk össze. Például nekünk volt egy olyan felkérésünk valamelyik éven, hogy nem tudom, hogy említhetek-e pincészetet. Mondja csak nyugodtan. Hogy a Bojki pincészet egyik metatéma házlevelűjével, aminek egy nagyon-nagyon izgalmas, gyümölcsös, erőteljesen édes ízvilága van, azt próbáljuk valamivel csokival összeházasítani, de mégiscsak, mivel nem egy ilyen testes vörösborról beszélünk, ezért úgy döntöttük, hogy marcipánnal és némi asszal gyümölcsel párosítjuk, és annyira nagy sikere volt, hogy végül egyébként nekünk nem maradt akkoriban benne a választékunkban, de nagyon gyakran előjön bennem, hogy talán vissza kéne hozni, mert nagyon-nagyon szerették. Nyilván a marcipán is egy nagyon jó minőségű marcipán volt, illetve hát van nekünk már 2017 óta egy olyan vörösboros bombonunk a Dózsi Tamás pincészetéből, ami a Dózsi Tamás 2017-es Pentaton vörösborával készítettünk. Itt például egy tejcsoki töltelék lett belőle, hiszen az étcsoki nagyon elnyomta volna a karakterét a bornak. Tejcsokival viszont nagyon-nagyon jól érvényesül. Na, oda jutottunk most a beszélgetésünkben, amivel az előbb már közbe akartam szólni, de jól tettem, hogy nem tettem. Hogy azt értem, hogy különböző borok más ízt adnak egy bombonnak, egy csokinak.
De különböző csokik vannak-e, amik megbolondítják azt a bizonyos bort? Én azt gondolom, hogy nem nagyon szabad nagyon karakteres csokoládét használni, amikor mondjuk egy bort akarunk kiemelni. Mi például szoktunk használni egy madagaszkári csokoládét, a menakaó csokoládét, aminek nagyon-nagyon karakteres, jellegzetes íze van. Azt például kifejezetten nem tenném borhoz, mivel teljesen elnyomná a karakterét. Én úgy gondolom, de aztán lehet, hogy más csoki is pedig tehát akkor itt igazából a csoki a tartóoszlop, tehát azon nyugszik az az egész ízvilág, amit a borral együtt ő kialakít, illetve hát végül is, amit ön kialakít velük kettőkkel. Hát a mi esetünkben igen, mindenképpen, tehát hogyha én azt akarom, hogy a bornak az ízét lehessen érezni, és az legyen a főszereplő, akkor mindenképpen egy kevésbé karakteres, letisztultabb ízvilágú csokoládéval párosítanám, és ugye minél sötétebb úgymond egy csokoládé, tehát minél nagyobb a kakaószáraz anyagtartalma, annál testesebb, vagy akár sötétebb bort kell hozzá használni, hogy tényleg kijöjjenek a bornak a karaktere. Ma már nem elég, hogyha valami minőséget akarunk mutatni, hogyha csinálunk egy olyan táblacsokit, vagy csinálunk egy teljesen hagyományos, sima csokinak látszó bombont, amit a tömegtermelés is fel tud kínálni. Úgyhogy itt, ha jól gondolom, akkor a kézművesség az a bombonok külsejében is megmutatkozik. Hát mindenképpen igen. Nagyon fontos ugye a beltartalom, de ugye a külcsíny is nagyon fontos. Ez a kettő együtt, és hát ugye ehhez még jön a csomagolás, de az egy másik kérdés. Nagyon fontos az a mi szemléletünkben, hogy ránk jellemző külső megjelenéssel lássuk el a bombonokat, természetesen harmonizáljon a beltartalommal. Tehát nálunk például ez a duzsi vörösboros bombon egy ilyen mély, vörös, gyönyörű, szép színű, csillogó megjelenésű bombon. Tehát mindenféleképpen kell utalni a beltartalomra, de ugyanakkor minden egyes készítő, hogyha törekszik az egyediségre, akkor olyan megjelenésű bombonokat, csokoládékat készít, ami kifejezetten az ő stílusát tükrözi, és felismerhető az adott cégnek a terméke, amikor már bemegy a vásárló egy üzletbe, mondjuk egy delikátesbe, vagy egy csokoládéboltba, és vagy akár egy kávézóba, ahol például nekünk a bombonjaink is sok helyen megfordulnak. Bemegy valaki, akkor látja, hogy ez szűtik csokoládé, vagy egy csokoládéboltba jól felismeri azt, hogy melyik termék, melyik készítőjé, hiszen ez fontos, hogy tudjuk visszaadni a mi saját stílusunkat megjelenésükben. Megnéztem a bemutatkozó oldalukat, és ott azt olvastam, hogy ez az egész, hát nem olyan nagyon régi. Tehát nem itt egy 3-4-5 generációnyi édesipari múlttal rendelkező cégről beszélgetünk, hanem mi itt valójában az elmúlt 10-15 év eredményeit tudjuk sorolni, hogyha a Svitik dolgairól szólunk, mert hogy rengeteg díjnyertes termék, rengeteg ötlet. De honnan jönnek ezek? Hát hiszen valamiből merít az ember. Hogy kezdődött? Hát nálunk ez úgy kezdődött, hogy én a gyermekeimmel viszonylag sokáig szívesen otthon maradtam, amikor kicsik voltak, és ahogy ők növekedtek, úgy egyre több időm lett, és elkezdtem otthon sütiket, csokoládét készíteni, és hát alapvetően én is és a férjem is közgazdászok vagyunk, de valahogy aztán így annyira beleszerettünk ebbe a csokoládé témába, hogy 2013-ban alapítottuk meg a cégünket, és hát igen, nem egy olyan régmúltú vállalkozás, de Magyarországon egyetlen csokis cég sem, már hogyha a kézműves cégekre gondolunk, nem olyan régmúltú. Tehát visszatérve az eredeti... Tehát ez ügyben nem voltak hátrányban? Nem, abszolút nem. Tehát mi még régi cégnek számítunk, hogy úgy mondjam, mert hogy
valójában a rózsavölgyi csokoládé, akik úttörői voltak ennek a szakmának Magyarországon, talán ők is 2009-ben kezdték. Szóval nincs túl nagy múltja úgy, mint mondjuk Belgiumban vagy Franciaországban, viszont azt el kell mondani, hogy világszínvonalú a magyar kézműves csoki készítés. Tényleg nagyon, nagyon sok jó készítő van, és borzalmasan sok jó termék. Úgyhogy nem kell szerintem ahhoz külföldre menni, hogy finom csokit találjunk. Körbe kell nézni, nyitott szemmel kell járni Magyarországon. Hát és hogyha boros csokit keresünk most már, akkor ezek szerint az is van. Sokféle boros csokiuk van egyszerre? Vagy szezononként, vagy ha úgy tetszik, akkor évenként váltogatják? Nem váltogatjuk szezononként, sem évenként. Időnként jönnek be új termékek, ahogy elkap bennünket az ihlet egy-egy utazás során. Jelenleg boros bombomból ez az egy dúzsi pentatonos bombonunk van. Van több alkoholos, pálinkás természetesen, hiszen Magyarországon az is kell, illetve van klasszikus konyakmeggyünk is, ahogy azt már úgy korábban említette. Borosból jelenleg ez, de tényleg gondolkodom azon, hogy ezt a bojki marcipános trüffelt visszahozzuk, mert ez nagyon népszerű volt. Hát ami jó, azt ne felejtsük el, hanem együk meg. Nem? Így van, így van. Legyen így. Zala Judit, köszönöm szépen, a Svitik csokoládé műhely csoki mestere volt a vonal végén, és nem csak csoki mestere, hanem ezek szerint ugye tulajdonostársa is ennek a csokoládé műhelynek. Igen. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon. Mai borműsorunk vége felé járunk, és a végére jöjjön egy slusszpoén, mert hogy egy legendás borász fogunk meghallgatni a következő percben. Légli Otto van a vonalban, úgyhogy Balaton Boglár itt ebben a nyári kánikulai délutánon szépen beköltözik az otthonukba, az autójukba, ahol hallgatnak minket. Jó napot kívánok, Légli úr! Szép jó napot önnek is, uram! Most már több évtizede borászkodik, és hát nyilván ehhez sok minden hozzátartozik, például az is, hogy a szőlőhöz is érteni kell nyilvánvalóan, és a mi apropunk az lenne erre a beszélgetésre, hogy ebben a klímában, ebben a változó világban, ahogy most iszonyat meleg köszöntött ránk, és ilyen tartós hőségre nem is nagyon emlékszünk, vajon egy borász hogyan gondol a jövőre? Mit gondol arról, hogy hogy változik meg a borkultúra azáltal, amilyen természeti változások közepette vagyunk? Nagyon jó kérdések, uram. Ha röviden kellene válaszolni, nem tudom. Hát ezt akkor gyorsan megbeszéltük. De nyilván komolyan veszem, mert komolyan is kell vennünk, így van ezt a felvetést. Tehát, és köszönöm, ahogy mondják a felvezetést, mert én kártészként végeztem, tehát kártész diplomám van, tehát elég, úgy érzem, van érzékenységem a természettel és a növénnyel szemben. Igen, tehát ez minden eddigi tanultakat, minden eddigi tapasztalatokat felülír. Hogy mondjak egy konkrétumot, a Légli szőlőbirtokon az idén, 2024-ben, augusztus 6-án kezdődött a szület, és augusztus 31-én végeztünk. Tehát nekem jogi értelemben, cégjogi értelemben 35 szület van mögöttem, ilyenre, és hozzáadom atyám éveit, aki szintén kertész szőlész volt, nem emlékszünk. De ugye ugyanakkor hozzá kell tenni, ez nem jelent semmit. Hát valójában persze nem kellene, hogy jelentsen valamit, de azt megmutatja, hogy nagyjából 3 héttel, talán még egy hónappal is előrébb vagyunk, mint ahogy korábban voltunk. Nagyon pontos, ezt különben már mi láttuk, ezt mi már láttuk május végén, júni elején. Ugye nálunk van egy nagyon fontos fordulópont, ez az úgynevezett virágzás kötődés, ahol hát nem mondom, hogy eldől minden, de sok minden eldől. Ott már látszott, meg azért ma már mindent tudunk mérni, legalábbis azt hiszük, azt hiszi a mai kor ember, hogy szinte mindent mér és mindent tud. Ugye itt hőszegekről, aktív hőszegekről, hőségnapokról, ilyenekről beszélünk, hogy gondolok, bocsánat. Tehát ott már látszott, hogy egy abszurd év lesz.
És az is látszik, és most nem leszek felkészült, hogy, az, hogy azért ez nem most indultam el, tehát itt vannak előzmények. Aki tényleg statisztikus és tényleg óriási adatbázissal bír, ők ugye már trendről beszélnek. Ami viszont azt is felveti, hogy ez a sok-sok aszály, ez a borzalmas kánikula, mert ugye aszály sem most van először, hát gondoljunk csak arra, hogy 2-3 évvel ezelőtt majdnem kiszáradtak a tavaink, volt amelyik a szikesek lényegében ki is száradtak az Alföldön, és idén is. Szóval ez nyilván a borászok számára olyan kihívásokat tartogat, amiben csak a legerősebbek és a legtalálékonyabbak lesznek képesek talpon maradni. Ja, igen, értem, és megint jó irányba tereli a beszélgetés. Tehát ugye mi használjuk azt, hogy egy, és ez definitíve igaz, hogy egy álló kultúrával dolgozunk, ez egy szőlőültetvény. Tehát szerencsés esetben a szőlőültetvényt 70-80-90 évre telepítjük, pont. Tehát nyilván meggondoltuk mindenki az adott helyén, ahol él és gazdálkodik, hogy hova telepít. És ha ezt a döntést jól hozta meg, akkor azért azt kell mondanom, és nyilván ebbe is bízunk, hogy ez jelent egy erőtartalékot, jelent egy kályhát, hogy így mondjam, aminek a hátunkat neki tudjuk vetni, jelent egy biztonságot, mert az idő, hogy így mondjam, nekünk dolgozik. Tehát a szőlőnek, mondjuk főleg egy a 25-30 év korot fölött, az idei aszály, ha jó helyen volt, meg kis szerencséje is volt, meg jól művelte, tehát ahogy a Cromwell mondta, ugye, hogy tartsuk szálazon a puszkaport, és ugye imádkozunk, tehát amit lehet, tegyük meg, ott nem volt aszálycsillát. Azért ezt úgy csöndben megjegyzem. Legalábbis mondjuk a Balaton körül, amit én ismerek, még annak ellenére is, ha mondjuk nagyon kevés, tehát vékony az innen termőréteg, és itt ugye nem egy esetben kőpad van alatta, 30-40-50-60 centi talaj alatt kőpad van. Legyen az bazalt, legyen az homokkő, vagy egy etc. Tehát az alap kezdet és a vég. Tehát az alap döntésünket, az úgynevezett hosszú távú gondolkodás mentén azt kell jól meghozni. Hát akkor ez a tudatosság, amiről beszél, nem? Tehát az, hogy egy tudatos döntést hoz valaki, mert szakértelemmel megtámasztva tudja, hogy hol van, és tudja, hogy az a talaj mit bír, akkor az éghajlatváltozást is bírnia kell. Hát én azt mondom, hogy edzettebb. Tehát kevesebb kritikus helyzet lesz. Tehát mi, de ugye rögtön beteszek egy, hogy saját magamra vitatkozzak. Most tessék azt elképzelni azért, hogy mondjuk aki 30 év ezelőtt döntött Cabernet Sauvignon vagy valami vörös, kékszőlő mentén mondjuk itt a Balaton körül, az most szíve szerint kivágná, már nem tudja eladni. Hát igen, az a következő probléma, hogy változik az ízlés, tehát az a lehet 90 évig a szőlő bírja, csak igen. Mi nem vesszük meg, mert már mást iszunk. Igen, tehát most nyilván az ökológiai oldaláról beszélünk, de azért az életünket, ha mi azt is gondoljuk szőlő bortermelők, hogy mi át tudunk ruhaszkodni úgymond idézőjelben a földi realitástól, de hát az ökonomiai dolgok meghatározzák. Csak ugye nagyon sok minden változik, hát apáink idejében azért ez nem így volt. Egyrészt az éghajlat sem változott ilyen sebességgel, sőt, lényegében hát órát lehetett ahhoz igazítani, hogy augusztus 20-án elromlik az idő, mert beköszönt az ősz. Hát ugye látjuk, hogy mi történt ebben az évben. Másrészt az ízlés sem változott ilyen gyorsan. Tehát ugye az ivók rendelték a borokat, az úri emberek másfajta borokat, de ők is megrendelték. Tehát egy másfajta világ volt, mint ahogy ez most pörög, az ízlést tekintve is, meg az időjárást tekintve is. Hát így van, maximálisan egyetértek megint csak. Sőt, ugye nyilván lehetne részletezni, tehát nagyon, nagyon kevés olyan terület van, és én még behoznék egy szót, főleg az időjárás kapcsán, ugye ez a hektikusság, tehát a kiszámíthatatlanság, és például most konkrét leszek, amire mindenki itt vágyik, hogy legyen csapadék, de ne úgy legyen, hogy fél óra alatt leesik 35 mm, hanem mondjuk másfél nap alatt szép csendesen. Tehát kiszámíthatatlan, egyre hektikusabb, és így van minden területen szinte. Ez nem, hát úgy nézzük, nem tudom hányos születésű az úr, úgy nézzük, úgy néz ki, hogy nekünk most ez jutott egy ilyen korszak.
Tehát nem úgy nincs nyugalom, hát azért gondoljunk a háborúkra, meg egyéb területen is. Tehát nincs az a letisztultság, nincs az a nyugalom, nincs az a biztonság, nincs az a tervezhetőség. Hát most én ilyet nem is merek mondani, hogy apáink idejében, hanem még úgymond a mi fiatalabb korunkban, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtti időszakban is. Azért úgy ki lehetett számolni, lehetett tervezni. Ma egyre nehezebb. A léglipincészet a fehérborokról ismert elsősorban, miközben persze van rozéja is, most csak egy példát ha hozok, de a fehérborokkal talán piaci értelemben, eladhatóság szempontjából, divat értelmében könnyebb egy kicsikét most dolgozni, mint a vörösekkel. Ezt én jól érzem? Hát ez is pontos helyzetértékelés, de ahogy szokták mondani, ha az ördög a részletekben van, közel se homogén ez a piac. Óriási különbség van mondjuk a könnyű illatos, hogy konkrét legyek, nekem nincs, mondjuk írsai, amit mondjuk apáink idejében, most nagyon durvát mondok, kicsit provokatív, nem is tartották bornak, hanem azt mondták, hogy egy pacsuli, ugye az ma divatos. A komolyabb, úgynevezett komolyabb, testesebb, az is lehet hozzámerem tenni, hogy a gyerekeim által azért kapok impulzust, ódivatú borok talán nincsenek annyira divatba Magyarországon, azért Burgundiában nem ezt tapasztaljuk, és ugye akkor valami mindent fölülír, ez az úgynevezett pezsgő történet, ami kétségtelen alapvetően egy fehérboros sztori, hogy így mondjam, mert még a Pinot Noirból is, ugye Champagneban is ugye fehér pezsgő készült. Igen. Tehát az egyértelmű, hogy nem akarok itt reklámot csinálni a volt kollégájának, ugye Etyeken, egyértelmű, hogy a pezsgő, most lesz hétvégén a fesztivál, egyértelmű, hogy dübörög. Merem ezt a szót használni. Igen, a Pezsgő Fesztiválról beszéltünk mi is Rókusvai Pállal, ugye ő az én volt kollégám, rádiós kollégám. Na, tehát látja, mennyire képben vagyok? Teljesen képben van, és hát ugye ő most a borügyi kormánybiztos, tehát na, minden funkciójában és szerepében volt miért beszélni erről vele. De ha már mondta a Pezsgőt, a Balaton vidéke az nem a Pezsgőről híres. Pedig mi vagyunk a legjobbak, bocsánat, itt nagyon bizony. Hát mondom a neveket. Kreinbacher, szerintem ma az ország egyik legjobb birtoka. Egy komoly kihívója van, ugye a Sauska, az Tokaj. Utána Garamvári, aki ugye Boglári borvidék és Budafok, tehát Balaton. És utána jövünk pára, most nyilván álszerény lennék, hogyha itt lassan mondanám az én nevemet is, de magyarán a léglipesgőket ajánlom figyelmébe, különben. Tudom, hogy meg lesz vágva, azért merek ám ilyeneket. Dehogy lesz megvágva, és nem baj, ha mondja. Hát, miután nem csak a sajátját dicsérte, így ez rendben van. Tehát ezzel Balaton, semmi baj nincs. Balatonon, és még tudnám tovább, tehát nagyon komoly referenciáig, de hát egyértelmű, hogy ez a két név, tehát a Kreinbacher, Garambári, az azért az egy komoly referencia. Na hát akkor ezt is megtanultuk, hogy ha Balaton, akkor pezsgő, és nem csak azok a hagyományos borok, amiket Badacsonyhoz és különböző tájegységekhez fűzünk, mert ennél sokkal többféle a Balaton. De hát erről is már annyiféleképpen beszéltünk. Sokkal gazdagabb. Így van, köszönöm. Légli úr, örülök, hogy beszélhettünk. Legyen ez máskor is így, szívesen látom a műsorban bármikor. Na, állok elébe. Minden jót, uram. Légli Ottót hallották, minden jót kívánok én is önnek, és önöknek is, kedves hallgatók, hiszen így ér véget ma a borműsor itt a Spirit FM-en. Egy hét múlva jövünk ugyanígy, új vendégekkel, új témákkal, remélem velünk tartanak akkor is. Somodi Solymos Eszter szerkesztő nevében búcsúzom, Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.